Pap Lajos a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanára, valamint a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kar szívgyógyászati klinika korábbi igazgatója Zombán tartott előadást az egészségről. Az előadó elmondta, hogy Ausztrália kivételével bejárta a világot, tanult, tanított és előadásokat tartott angol nyelven. 2008-ban döntött úgy, hogy lemond minden pozíciójáról és kérte nyugdíjaztatását. Akkor úgy nyilatkozott, hogy ami az egészségügyben történik, az sem erkölcsileg, sem szakmailag nem vállalható. 2011-től a Kaposvári Egyetem emeritus professzora. Zombai előadását Kárpáti Péter színész moderálta. Engem az a szerencse ér, hogy én holttal jöttem a világra. Édesanyám bába nélkül induló szülésében lábtartással jöttem a világba, ra és kettős gördögzsinór nyakra tekeredéssel, ahogy az anyatestet elhagyta, felakasztottam magam. Amikor a bába megérkezett, akkor édesanyámmal foglalkozott, és amikor felemelte a takarót, ott voltam élettelenül fekete fejjel, sem szívdobogás, megfojtott a gördögzsinór. A család idősebb tagjai, ez az ormánság széle, ahol egyke a divat, és már volt egy bátyám. Ha az első gyermek leány, akkor még lehet még egy gyerek, hogy legyen fiú, de az első gyermek fiú, ott nem szabad több gyermeknek lenni, mert a birtok, a föld darabolódik. Ezért nem kívánták azt, hogy én megszülessek, és próbálták a bábát lebeszélni, hogy abszolút fölösleges. Már fekete a feje, hát már mióta itt van. És ezért nagyon lényeges, mert mindennek üzenete van. Világ vasár. Pontosan téli harangszóval. Amikor harangoztak, akkor indult el a szívem. És mivel a szívbődéten is, a nyitott szívbődéten is túl vagyok, ezért kétszeres halálélményem is van. Igen ám, megjelenik egy smájdik művész ember, és hát én nem láttam őt, mert tévét nem nézek. De a két hölgy, aki ott volt a háznál, ilyen ahogy, a művész úr. Még azt sem tudom, és azért mosolyog mindig, mert én a szomszédok, vagy melyik? Szomszédok. Valami sorozatban szerepel, és mondta, hát ő az, a művész úr. Na mondom, színész jön nekem tudományos munkával, és elhoz egy igen vaskos kötetet, kéziratot, és mondtam, hogy majd ha elolvasom, mert arra kért, hogy írjak előszót. Elolvastam a könyvet, és döbbenettel tapasztaltam a következőt. Ugye egy kicsit feje tetejére állítottuk ma a programot, mert a tudós színészkedett, a színész meg tudóskodik. A könyv, amelyet részben írt, részben szerkesztett. A legmagasabb tudományos igényeket elégíti ki, és olyan témával foglalkozik, ami mindannyiunkat izgat, csak nem beszélünk róla. Vajon mi van a halál után? Kitért a jelenlegi koronavírusos megbetegedésekre, de a vízfogyasztás mennyiségéről is mondott a köztudatban nem elterjedt információkat. Egy. Aki fél, az megijed. Logikusan tessék gondolkodni. Elhallgatják azt, hogy az influenzában, ami minden évben jön, négyszer annyian halnak meg, mint ennek a vírusnak a következményében. Mondom, influenzában csak arra nem számolnak be. Ami viszont nagyon fontos, az influenza vírus és ez a vírus szinergista. Magyarul egymást erősít. De eszébe ne jusson senkinek most beadni, ha nincs van az az influenza védőoltás, ha fél ettől a túlfajta vírustól, mert nem tudja, hogy benne van-e egy-kettő a védőoltás is gyengített vírusokat tartalmaz, az immunrendszer gyengíti. Nem véletlenül koncentráltam arra, hogy a magyar emberek
nem tudnak hozzájutni olyan egészségügyi könyvhöz, amelyben érthetően le van írva, mi miért van. Az immunrendszerünk, nem tudom, hogy önök között van-e olyan idősebb férfi vagy hölgy, az én öreg anyám, dédanyám, amikor bementünk a poros udvarból, akkor adta a zsíros kenyeret, és anyám mondta, mars kezed most, hogy miért megfogad a kenyeret. Mire dédanyám megszólt, hagyjad, lányom, benne van a 7 kilóba. Mi ez a 7 kiló? 7 kiló olyan anyaggal kell találkoztunk, ami az immunválaszt kiváltja a szervezetünkbe, és ezért nagyon fontos a papáknak az anyatejjel való táplálása, mert addig még anyatejet fogyaszt a gyermek, addig az anyai védő anyagok átmenne a szervezetébe. És szép lassan a környezettel, hogy érintkezik, a sok baktérium, vírus, gomba, ilyen por, olyan por, a testet érintve kialakítja a védekező rendszert. A szívünk a fogantatás harmadik hetétől elkezd dobogni, és életünk végéig dobognia kell. Ha magas a vérnyomás, előbb kimerül, szögezte le az előadó. Hozzátette, hogy a jelenlegi klimatikus viszonyok között az emberi élet lehetséges élettartama 120-130 év. De vajon lehet-e eddig élni? Egy nepáli törzs tagjai átlag 105-110 évig élnek, és gleccservizet isznak, amelynek magas az ásványisó tartalma. Pap Lajos szerint ez lehet a hosszú élet egyik tényezője. Hosszú életét elárulja önöknek? Igen. Nem volt benne az alkuba. Hát nincs meg az előadás szövegében, hol van a megkérdezés. Hippokrátesz már megmondta, mi a hosszú életitka. Tiszta levegő, tiszta víz, tiszta táplálék, tiszta lelkiismeret és mozgás. Van egy népcsoport, a Himalája délülejtére a Hunzik vagy Humzák. Átlagosan 105-110 évig él, nem ritka a 120-130 éves asszony férfi. Ismeretlen náluk az élelmeszesedés, a szívinfarktus, az agyvérzés, a cukorbetegség, a magas vérnyomás. 1920 óta járnak a nyakukra, hogy mi a hosszú élettitka. És reagálok, mert mondtam, hogy fogok tanácsot adni. De előtte kérdezek, mennyi vizet kell inni átlagban naponta? Ugye van ilyen árverés, kettő és fél liter először, három liter másodszor, senki többet harmadszor? Ennél nagyobb ostobaságot nem hallottak, kedveseim. Kinek? Annak a fiatal lánynak, aki irodában dolgozik, klimatizált helyen, alig mozog, az igyon meg 3 litert, és aki arad egész nap, az meg csak 3 litert. Mennyi vizet kell inni? Amennyi, a szalmasága, a vizelet, akkor annak lehet máj oka, nagyon egyszerű, sokkal egyszerű. Amennyi a szomjunkat oltja, egy csöppel se többet. Ha egy liter, egy liter, ha két liter, két liter, ha nyáron izzadtak, akkor 3 liter, de van egy fontos dolog. Mi a fontos? Sózni kell. Bizony. A só nem növeli a vérnyomást, hanem a magas vérnyomás okozója a sótlan étel. Az intenzív osztályon, annak idején, amikor a beteg bekerült és tiszta vizenyő volt mindenhol, ahogy szoktuk egymás között mondani, ipari mennyiségű sót kellett beadni. Miért? Mert a só tartja bent a sejtekben a folyadékot. Ha nincs só, kiengedi a sejt. Sózni, mennyire kell sózni? Mennyire kell sózni? Hogy jó legyen az étel. Ahogy kívánja a szervezet, az megmondja.
Itt vannak háziasszonyok. Tudják, hogy még az édes süteménybe is csipetnyi sót kell tenni. Elárult még egy titkot, szintén nem volt az alkuba, hogy ilyenről beszélj. Boldogság hormon, hallottak erről? Boldogság hormon. Ilyen van. De a boldogság hormon, az amerikai tudósok elmúlt 10 éve kikutatták, hogy a boldogság hormonhoz mi kell. Na, mi kell a boldogság hormonhoz? Sok! Onnét jön ez az ostobaság, és ezért hadd világítsam meg, hogy nem a politikusokat kell szépen. A politikusok politikusok, nem tudósok, nem akadémikusok. Egy példát mondok, annak idején Kínába, ugye, ki volt az a híres ember, aki okos is volt, nem, és mindent tudott, ki volt az? Mao Zedong. Igen ám, de Mao Zedong, mivel a Sorbonon végzett, ő nagyon-nagyon vigyázott arra, hogy amikor valamit kimond, azért megkérdezi a tudósokat. Megkeresték a tudósokat, hogy Mao Zedong eltárs. Azért van Kínában éhínség, mert a terebek megeszik a magokat. Mao Zedong eltárs kiadta a parancsot, terebeket kiirtani Kínában. 3 évvel kiirtották, 4.-5. évben ellették a kukacok, a lepkék, és fele annyi termés volt, mint a verejéb időszakban. Akkor hívta a másik tudós csoportot, hogy milyennek azok, és mondták, na, hogy se tudom érteni, az valóban esznek magot a verebek, de előtte egy verejéb, egy élet során egymás a kukacot kártevőt eszik meg. És akkor mi történt? Kínában importálták a világ minden részéről a verebek. Miért mondtam ezt el? Mert most itt nagymamák, édesanyák ülnek, és a gyereknek, hogy meg tudja enni a menzai ételt, oda kell adni a sószólót, mert ízlel, nem lehet sózni. Mi ennek a gyökere? Az, hogy az őseink nátrium klorittal, konyhasóval sóztak és tartósítottak. Mivel tartósítanak? Ipari, azt a chipszek, meg mindenféle mocsodék, nátriumbenzoáttal. A nátriumbenzoáttal, a benzoát az egy aromás vegyület, se vizelettel, se székletel igazán nem tudjuk kiüríteni. Májnak kell a kémiai vegykonyhába hatástalanítani. Az valóban rossz. De nátriumklorid nélkül nem lehet élni. Nagymamák emlékeznek? 3 királylány mesélje. Ki hogy szereti? A királypapát. Az első, hogy az aranyat, az ezüst, mint a só. Só nélkül nem lehet élni. A visszatérve a folyadékra, 2 csoport van, akinek oda kell vigyelni, a baba, aki nem tud kérni, az idős ember, aki már elvesztette a képességét, hogy a világgal közöljön valami, de nagyon egyszerű, amikor elmentek régen a doktor bácsihoz, a doktornénihez, mit mondott? A doktor a gyereknek, dugd ki a nyelvedet, mert a színe is árulkodik bizonyos betegségről, de ha fénylik és nedves, akkor ez nem kiszárad. De ha bizonytalanok vagyunk, végig kell húzni a nyelven az ujjat, és hogyha ott van a nyelv, akkor nincs kiszáradva. A kicsiknél van még egy tájékozódási lehetőség nagymamáknak, és édesanyáknak mondom, a nagy kutacs. Tehát aki még nem nő be a feje lágya, ha be van horpadva, akkor itatni kell. Ha viszintbe van, akkor csak kínálgatni. De ha tudorodik, akkor nem kell itatni a gyereket, mert az azt jelenti, hogy az agyvíz jelenti, hogy több van az idős embernél. Ugyanezt kell csinálni. Dugja ki a nyelvét, megvédik a szárat, izatják. Ha nem szárad, akkor kínálják. Majd kitért a koleszterinre is. Ennek 2/3 a szervezet állítja elő. Hogy a koleszterin arány helyreálljon, naponta szalonnát, csokoládét, tojást kellene fogyasztanunk, ajánlotta a szívsebész, aki azt is hangsúlyozta, a gyógyszer életmentő lehet, de az atomenergiához hasonlóan bajt is okozhat. De a bor kis mennyiségben való fogyasztásának jótékony hatásait is megemlítette. 3-4
decili bor, az gyógyszer. Fél literen belül már orvosa, annak már által. De naponta ezt úgy hívják, hogy francia paradoxon, mert a franciák meg az olaszok kövérek zabálnak, és egyharmada hal meg szívinfarktus, és mint Magyarországon. Miért? Mert már gyerekkor, tehát kamaszkortól a higított bort iszák, nem ezt a kemény, szexárdi vagy zombai vörösbort, mondják, hogy a vörösbort nem lehet higítani, nem a felét, a soha, teszik érte, hogy soha a latinok a régi világban nem itták kistámból, felesen higították. Ez egy ostobaság, hogy nem lehet higítani. Úgy, hogy jól esel. Az én öregapámat én soha nem láttam vizet inni. És kérdezték, hogy papa, te nem vagy szomja soha, mert á, édes fiaim, a víz az a lábmosásra való. Naponta nyáron 5-6 liter csíke. Ott maguknál is így hívják csíke. Miért? Mert az alacsony alkoholtartalmú, de a törp, ugye a törpül az ásványi anyag, meg a ma anyagok és a héj anyagok kioldultak, tele volt ásványi anyagokkal. 5-6 liter csíke. Ha esetleg lenne önök között sörös ember. A sör is mértékkel egészséges, főleg a sobánkodók fogyasszák, meg aki szereti. Előadását egy japán professzor kísérletének beszámolójával zárta. A japán kutató leültetett egy szobában 25 embert. Férfiakat, nőket, időseket, fiatalokat. Kitett az asztalra egy pohár vizet, és kérte, hogy csupa szépet mondjanak egymásnak, kedvesen szóljanak egymáshoz. Megfagyasztotta a vizet, és megnézte a mikroszkóp alatt. Gyönyörű hókristályokat látott. Majd megkérte a csoport tagjait, hogy veszekedjenek, kiabáljanak egymással. Akkor viszont a fagyasztott vízben nem volt jégkristály. Végül Pap Lajos levonta a konklúziót. Ha önök jót tesznek egymásnak, szeretetet sugároznak, gyógyítani tudnak. Egyetlen univerzális gyógyszer van, a szeretet, mondta végül Pap Lajos, és egy 300 éves népi gyűjtésből származó magyar áldással búcsúzott. Aki egy óránál tovább beszél, az egyéb aljasságokra is képes. Ennek megvan a logikája, ugye itt ülnek idős emberek. Magam korabeli emberek, és tudjuk, hogy ebbe a korba előtt beültek, már itt voltak negyed órája, már másfél órája benne ülnek, és van, aki már úgy szorítja, hogy ja Istenem, baj legyen, így nem szabad elmondani. Minden annak a jegyében készült, ahogy a professzor úr is gondolja az egészséges táplálkozást. Tehát vissza a gyökereinkhez. Egyszerűen, praktikusan az otthon megtermelhető és az otthon előállítható dolgok vannak az asztalon. Nézzük a folyadékokat, semmiképpen nem szolgálunk fel cukros üdítőt, limonádé van az asztalon, ezen kívül Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves bácsinak a teáit kínáljuk fogyasztásra, kínálunk tiszta vizet, ezen kívül pedig vörösbort. A vörösborról tudjuk, hogy a nagyon magas resveratrol tartalom hozzájárul a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez. Professzor úr is előszeretettel ajánlja a betegeinek a vörösbort. Mi is jó szívvel ajánljuk a vörösborfogyasztást. A vörösborhoz kínálunk diót. A dió ugye ismeretes a magas omega-3 olajsav tartalmáról, ez is a szív- és érrendszer védelmét szolgálja. Nézzük az ételeket, kínálunk homoktövist. Ebben az időszakban ugye nagyon fontos, hogy erős legyen az immunrendszerünk. Nagyon sokan ismerik, hogy égövünkön a legmagasabb C-vitamin tartalommal rendelkező növény a homoktövis. Ezért jó szívvel úgy ajánljuk rendszeres fogyasztásra. Ezen túl a homoktövis nem tartalmaz semmiféle tartósítószert, mézbe ágyazva kínáljuk itt a kedves vendégeknek. Nézzük sorra az ételeket. Kenyérként, kenyérből megjelenik a gluténmentes kenyér, hiszen a professzor úr is beszél a glutén káros élettani hatásairól, tehát jó szívvel ajánljuk a gluténmentes kenyeret. Ezen túl megjelennek a mangalica termékek az asztalon, mangalica zsír paprikával, vörös hagymával, savanyú káposztával. Találunk még töpörtyűt, mangalica szalámit,
kolbászt, és a professzor úr nagy kedvencét, a szalonnát. Az előadás követően állófogadás várta az érdeklődőket.